Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én Nagy Pál vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula vagyok. Teljesen idegenek. Paolo Genovese 2016. <Szorítan> Tabolcs, most az adás előtt megkérlek, hogy szépen vedd elő a telefonodat, ragd ide le, és ha bármilyen üzenet lesz, vagy telefonhívás, akkor muszáj fölvenni, muszáj beolvasni, mert hát ez egy ilyen film, nem? Udvariatlan, de hát ez van. Hát ha végig csöngeni fog, akkor ez egy ilyen adás lesz. Kezdjünk is bele! Szeretnéd, hogy olaszul ki egy a film színét? Szeretném, súti. Három unatkozó nyugati fehér felső középosztálybeli házaspár, régi barátok, összegyűlnek teli holdat nézni, vagy éppen szilveszterezni, vacsorázni, iszogatni, és az egyikük egy olyan játékot talál ki, amely mindannyiuk életét megváltoztatja, illetve nem. Ezzel szemben valójában a következőről szól a film. Egy hétfős baráti társaság vacsorázik egy szobában, és egy mobiltelefonos őszinteségi játék nyomán lassanként fényderül a jellemgyöngességeikre. Na most tisztázzunk valamit. Azt tudjuk, és ez már-már ilyen axióma, hogy a titkok, elhallgatások stresszt okoznak, bebörtönöznek bennünket, meg meg is nyomorítanak, megmétejezik a világot, mondjuk ki, a legmélyebben rejtező dolgokat, mármint most, szabaduljunk ki a börtönből, legyünk legalább mi egyenesek, és ne hallgassuk el a film történetének fordulatait. Tehát a szakállas pufók pepéről kiderül, hogy nem katolikus, hanem protestáns, a bajszos alfahim mindenkit teherbe ejt, akit csak tud, a házigazda feleségét is, durva nem, és ez az egész. Telefonokat az asztalra sztori meg sem történt. Ugye mennyivel jobb most nekünk? Ilyen a radikális őszinteség. Tényleg, Szabi, elmondjam, hogy mi lesz a karácsonyi ajándékod? Nem is szoktál adni semmit. Viszont tehát mindkettőnek van pszichológia diplománk, uh -huh. és ezzel a szemmel is néztük ezt a filmet. De persze a fizikusival. Karöltve. Ez ugye egy kamaradráma, és mi szeretjük a kamaradrámákat. A kedvenc filmed is, Szabolcs, egy ilyen kamaradráma. Tessék, Gyula, hat ember utazik egy lovasfogaton, és kiderülnek a jellemgyöngeségeik. Hat, Fog... Hatos foga. Így van. Igen, tizenkét ember egymás idegeire megy egy szobában, Jaj, és nem... kiderülnek a jelen Meg hogy dühösek? <laughs> és nekem még az ötödik pecsét első fele is ide. Pacol. Négy emberül egy kocsmában? Mm, így van. És kiderülnek a jelen Minden kiderül. Te? úgy tudom, hogy 18 darab riméket számoltál össze, én ellenben 23-at. Hát az elmúlt nálad napok ezzel volt... teltek, hogy végignéztem őket. Vietnámi nálad benne volt, arab. Talán a koreai tetszett a legjobban. el, hogy sem utolsó. Ez a Guinness rekordok könyvében is benne van oh. ez a 18 újrafeldolgozás, és ebben az amerikai nincs is még benne. A mm. jó emlékű Weinsteinék oh. szerezték meg a és javában forgatják. És Oroszországban még akkora siker volt, képzeld el, hogy már folytatását is Ja, ide csodálatos. És egy hát magyar változat is van, amit Búék. szerintem láttál is. Igen, de ezt tényleg meg kell nézni. Goda Kristina és ugyanolyan jó, legalább ugyanolyan jó, Sőt, mint az eredeti. jó. Hányszor láttad, Szabi, ezt a filmet? Ezt mi, mi, mi a sikeres mondani? 40 szer Nem, kétszer. Ne, kétszer nem, látta nem három szóval nem biztos, hogy meg kell Most már ne lódi, csak nem mutassak magamon egy <gül> homlokzatot. <gül> <gül> ne hazudozzak itt össze-vissza. Utána akarsz nézni, hogy valójában hány diplomával? van? Igen, 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 Mert hogy egyszer kevés ezt a filmet megnézni, legalábbis egymás után érdemes, többször is, mert akkor izgi látni, hogy jaj, tényleg, most hogy reagál ez a bajszos, kedves, török arcú figura. Csodálatos a színészi összjáték. Nem emelkedik ki, egyik sem közülük, nem a színészi tehetségét nézve, hanem amit itt a filmben. Van, a, úgy van, igen. De hogy nem játszanak egymás fölé, hanem egy ilyen tökéletes összhangot alkotnak, és így, ahogy mondod, nem csak mindig azt érdemes figyelni, aki beszél, hanem, hogy a többiek hogy reagálnak különösen, ugye amikor például ilyen gyilkosos játékokat játszottunk 21 néhány éves korunkban vándor, és ugye mindig megvertelek téged ebben. hogy is, én nem az elején. Na de hogy utána átbeszéltük, emlékszel, egy-másfél óra utána átbeszélni, mert nagyon érdekes újra nézni, és megint újra nézni a filmet, amikor már tudjuk, hogy ki csalt meg kit, meg kinek milyen a nemi irányultsága, meg van-e, aki megnagyobbítatja a melleit. Őrület. Valahogy se nem elég érdekesek, se nem elég mélyek a karakterek, a szituációk meg elég sablonosak, Szóval szerintem sokkal jobbat is ki lehetett volna hozni belőle. Hazudsz. hazudsz. Zene, ez nem az az nem az a zenei mélyed. pontozás olykor idegesítő, illetve ez a meleg szál elég kiszámítható és didaktikus. Hogy a bírálatok, és hát a befejezés körül óriási viták vannak, hogy ez most katartikus-e vagy sem. De mi elmondjuk a helyes megoldást Így az van. egyedül lehetséges értelmezés. De hát ugyanakkor meg vicces, drámai és megható ez a film. Tehát azért az a pillanat, amikor a Főhős, ki a főhős? Nem, csak a morális főhős, ez a szimpatikus, szakállas házigazda. A, Marco lányával, a lányával beszélget, uh. akkor azért mindannyian, egy, ne, mindannyiunknak egy picit a köny csordul Pedig ki nincs a szeméből. Is lány, Gyula. Nincs Így de. van. Vagy amikor a feleségével beszélget, hogy ő igenis szeretné ezt a kapcsolatot megmenteni, abban is van valami szívdobogtató. Az alapötlet, ez tényleg ez, ahogy elmondtuk, hogy ők heten összejönnek, vagy a legtöbben húsz éve ismerik. Egymást, azért van egy-két kivétel, új barátnők, és abba keverednek, hogy egy orosz rulettet játszanak, mindenki tényleg kirakja a mobiltelefonját középre, mi biztos, hogy nem mennénk bele egy ilyen játékba, Vándor. De hogy nem, most is belementünk. <laughs> egyébként bele lehet hergelni egymást, ebben igazad van, itt a társágban is van, akinek volna takargatni hang vagy, hang vagy. Mindenki, <gül> <gül> mindenkinek volna takargatni valója, mégis, hát igen, a hang vagy, így belemennek, és elkezdődik ez az érdekes játék, amit a film a legvégsőkig feszít, hogy aztán egy nagy csavarral új értelmezést adjon az egésznek. Ugye az első 40 percben nem történik semmi, már-már már unatkozunk. Ez Unatkozunk, de... Nem. <laughs> jó, nem igaz. De éhesek leszünk, ezt akartam mondani. <laughs> Iszonyú jó kajákat esznek. Én nem már várom a tiramisút, amit deharagoznak a legelején. É. És jó hangulat. Hát mindegyik egy-egy stand-up komikus. itt nyomják a egy egymondatos poénokat. Tényleg jól reagálnak egymásra. Nekem a, először a burzsóázia diszkrét báját igen, nézte meg. hiszen burzsóákkal, vagy hát kispolgárokkal használjuk ezt a szót. Hoppá! Telefonom van. Ja, nem, nem, ez nem, nem. Nem ki? Nem azt, hogy nem kapcsoltam ki, hanem ezt most neked kellett volna észrevenni, nekem most hirtelen rejtegetni a telefonomat. Jaj, úristen, <laughs> egy üzenet. Lesz igen, igen, igen. Tényleg ő írt neked? Még I... kapcsolatban vagytok? Mindegy, ezt most hagyjuk szerintem, hagyjuk, most adásban de vagyunk. De tud róla, nem Mindegy. tudok Ne És én elmondjam neki? Fú van egy... de milyen érdekes, hogy most ez rádióadásban menne, Hú. abba megy, és ez, ez tényleg kivágjuk, megtörtént nem? volna, akkor eset, de nem a rádióban, nem lehet kivágni a podcastről esetleg. Mondjuk, de igaz. hogy mondjuk egy éles helyzetben, bará, ahol ott van a társam, azért az egy, ez, ez egy kellemetlen. Igen, ebben a filmben is van egy, van egy jó jelenet, amikor egy bizonyos titok ilyen kö, kör alakban végig Igen. megy. Tehát, hogy ugye kör alakban ülnek, és akkor olyan viccesen van ábrázol, hogy én csak neki mondtam el, én csak neki, én csak neki, végül is mindenki elmondta mindenkinek azért ez így természetes. Azért azt így hozzátenném csöndese, hogy ezek, ezek nem csak, hogy finomokat esznek, de relatíve kultúráltan viselkednek, tehát ilyen sok csúnya szót nem használnak. Nekem az a tapasztalatom mindenfajta baráti-haveri társaságokból, hogy ezek a decens, középosztálybeli baráti sereg, akik a le legelitebb helyeken tanultak, milyen vállalhatatlanul alja módon tudnak viselkedni, és itt ezzel nem találkozunk, és ez mindenképpen egy ilyen erény. Ez jó, bár ugye van benne egy ilyen meleg előbújás, és hát ezt nem feltétlenül kitörő örömmel fogadják, egy-két is, is el. É. Egyébként tudod a filmnek a címe honnan származik? Igen, Deep Purple. És miközben van a Deep Purple-nek ehhez a címhez mindegy, meg van egy másik rokkos utalás is, amikor a. Akkor fejtsük föl, tessék. Dark Side of the Moon. Pink Floyd. És mert az egész egy ilyen fura-holt fogyatkozás idején játszódik, most nem néztem utána, hogy volt-e ilyen, stb. Mindenesetre ez egy metafora. Mi történik, hogy van a hold, ami a Föld árnyékába kerül, és ö, ahogy ez történik, számunkra viszont úgy egyre tisztább a kép. Én nem így értelmeztem. Én úgy értelmeztem, no. hogy ez egy átmeneti idő, amíg árnyék van a holdon, tehát a hold sem világít ezen az éjjelen. Egyszer egy éredben. És akkor a és akkor is árnyékba é... kerül. Nem, és ahol... hanem akkor minden kiderül, előbújik, és aztán a film végén, most ledőljük természetesen. De hát, hát ez az a az, az, Tehát, hogy onnan minden visszatér a normalitásba, az egy más kérdés, hogy hogy értelmezik, hogy hogyan tér vissza. De hogy ez volt ennek az ideje. Ez kicsit olyan, mint a, uh, mik voltak azok. Tehát amikor van egy, nap az évben, amikor te bolondként viselkedhetsz, és megmondhatod a feletteseidnek, hogy igazából mit gondolsz róluk. Tudtad, hogy mennyiféle hazugság van? Nagy hazugság, fekete hazugság, kék hazugság, fehér hazugság, közepes hazugság. Vagy az április elsője, amire te akár így most célhoztál, az is egy hazugság. De jól mondod, és még a szilveszterűt jut eszünkbe, ha már a bujékat említettük, ők szilveszterkor játszanak. Azt szerintem... a szilveszteri fogadalomtételre Igen, mondom, de hogy mert... arra is, mert hogy tehát ők végül is, ezt nem tudom, tehát elhatároznak valamit a film végén. Helyükben elhatároznék, vagy azt, hogy őszinte leszek, vagy azt, hogy felszámolom a titkos dolgaimat, hogy őszinte lehessek, vagy azt, hogy ez rendben van, így nem akarom tudni a mások mély titkait, mert a kapcsolat meg a házasság fontosabb, mint a kutakodás. Aha. Most nekem van egy kérdésem, és szerintem muszáj lesz végigmenni a figurákon. Jó, de én mindenképpen ezt meg tudom válaszolni, parancsolj. Akkor válaszold meg. Na, akkor a válaszol. Jó, de várom a kérdést. Ja, jó, a figurákon végigmennék. Például, hogy a házi gazda asszony, vagy gazdasszony, az ugye tudjuk róla, hogy egyrészt pszichológus, kettő az őt neki is vannak titkai, de hogy miért találja ki ezt a játékot. Egyébként ez egy elég ezt, mazohista ezt játék. Jól mondod. Most, most mondanám, hogy mi most itt minden titkot el fog mondani, tehát előbb nézzék meg a filmet, és utána hallgassák meg a uh -huh. Azért, hogy egyszerűen valamilyen, hát az ő része egy ilyen szadizmus, vagy ő nem bukhat le. Igen, tudod, nem miért bukhat nem. nem bukhat le? Mert ő neki, Mert... a szeretője ott tudott az asztalnál, van, és ő nem csak fog, nem fog neki... majd üzengetni. Igen. E, aztán, e, hogy lássa, hogy másoknak még rosszabb, vagy hogy, e, szóval ez egy érdekes szituáció. Te azt mondod, ha jól tudom, ha jól gondolom a te gondolataidat, hogy ő a főgonosz a filmben. Én azt gondolom, hogy igen, most közben eszembe jutott, hogy ö, hoppá, ráadásul... Hoppá, Jó. szabi a telefonod! Milyen? Most kaptál itt egy üzenetet. Ne olvass fel, kérlek. Hát pedig szerintem ez érdekelni a hallgatókat. De alapjáradon nincsenek titkeim, és bármit felolvasnál, de ezt az egyet... De egyben... ha ezt most így felolvasnál, ez Szabi, ketté törne az egész életed. Ú, ez nem most csak nagyon ezt, hogy pont élőadásban, adásban hát nem? Igen. Na Hol, jó. Most. A, 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 így struktúrája a titkait a főgonosz asszony, hiszen van neki egy nagy titka, az az, hogy ott ül egy, az asztal körül a szeretője, és mely, a szeretőjének csak... a felesége is ott ül, és van egy kicsi titka, az pedig az, hogy megcsináltatja a melleit, és tudod, ez, ez, egy, ez pedig jó trükk, hogyha egy kicsi titokkal annak az elárulásával tudott palástolni a de nagyobb Micsoda Machiavellista módszer. Nagyon érdekes ez. Közben gondolkoztam a titkok és bűnök hierarchiáján, hogy melyik a legkisebb, talán az edzés, edzésebb. <laughs> ne, ennyire megbocsátó vagy. Igen, tehát hogy, hogy ezt mit képzel ez az ember, hogy ő, 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 ő így edzeni próbál titokban, lekíván fogyni, és ez, ezt így nem kívánja az egész világ órára kötni. És neked már meg is van a hierarchiát? Abszolút. Aztán a második nálam, amikor a házi gazdáról kiderül, hogy analízisre jár, azért az durva, nem? Hát ott, abban azért van több csavar, tehát ez egy gyengeségnek az elárulása, tehát persze lehet kamúzni, hogy azért járok, mert annyira tökéletes vagyok, hogy ezt már nem tudom elviselni, Aha. de valószínűleg nem ezért jár, hanem ugye a házassága bajban van. De hát ott az a nagy csavar, hogy a felesége pszichológus, és ő nem tud erről, hogy ő jár. A feleség arra utal, hogy te biztos nem mennél el. Tehát mm, szerintem ilyen hosszú évek óta tartó vitáik vannak, hogy mekkora egy áltudomány ez a pszichológia, és erre meg eljárásba. Persze, egy próbát, és működik. Hát az nagyon jól működik, amár de lehet, a legmeghatóbb... nem ezért, de lehet, hogy nem ezért működik, de ez hanem szerint... amúgy is egy magasabb érzelmi intelligenciával bíró Lehet, ember, hogy jó, jó helyről indul, csak amikor a leánya fölhívja, akkor kiderül, hogy a leánynak külön játszmái vannak az édesapával, mert vele lehet beszélni az édes pedig, akinek hát alapos vajok vannak a fülei mögött, azzal pedig nem lehet megbeszélni semmit. Külön áll, érdekes, hogy az anyuka milyen helyzetben van, hogy látjuk akkor azt, hogy ő pokoli viszonyban van a lányával, a férjével válófélben állnak. Csaj a férjét. férjét, közben még itt a önmagával sincs megeléged, és akkor elhangzik egy nagyon fontos És közben kérdés. meg nem ad óvszert a lányának, mert az milyen erkölcstelen. Ez is, igen. És akkor az, hogy és akkor elhangzik a kérdés, hogy plastikázhat egy pszichológus. És ez itt tök izgalmas kérdés, <laughs> kérdés. mert hogy ő el kéne magát fogadnia úgy, amilyen. De most a és... további részét most erre szállhatjuk, nem erre az egy kérdés. Igen, de nekem még eszembe jutott, amikor az egyik gyülekezetben kírement, hogy depressziós a lelkész. És akkor azt mondták, hogy ha egy, lelkész nem lehet depressziós. Jaj, de dolog. Ráadásul, de itt már komolyra fordulunk, ez nem viccelődés. Tehát vannak lelkész barátaim, akik öngyilkosok lettek és amögött van ilyen ö, gondolat, hogy egy egész nem, nem lehet depressziós, meg nem járt. természetesen ez nem igaz, és segítsünk bárkinek, aki ilyet veszünk észre. Hát mert hogy a depresszió azért az egy betegség. Itt van, Ezt így Komolyan kell lenni. Nagyon sok diákom is, meg ismerősöm is ebbe a szituációba került, egy bizonyos életszakaszban, és van, amikor egyszerűen úgy ébredt fel valaki, hogy hogy minden szürke, minden ködös, és, és, és nem tud mit tenni. A, a pszichológus behozza ezt a játékot, és lehet, hogy van benne egy kis szakmázás, most, hogy felvetetted, megindítottad a gondolataimat. Tehát ő ki akarja deríteni, hogy hogyan viselkedünk ezekben a helyzetekben. Ez nem csak a titkokról szól ez a film, hanem arról is, hogy mit kezdünk vele. Egyébként ez a film gyöngessége is talán, kérdezném a véleményedet, tehát így kiderül az egyikről, izé, hogy tömeggyilkos, és nem tudom, népeket írtat ki, nem ilyen, nem derül ki, de utána ö, csöng egy telefon, valaki más, és akkor túl át, is megy, túl is léptünk, igen. Hát, ha tömeggyilkos <laughs> vagy, akkor tömeggyilkos vagy, maradjunk, ide, és most már te másik probléma fontos, Ez egy kicsit olyan lélektelenül megalapozatlanul ugrálgat. De én. nem lehet, mi is ilyenek vagyunk ez, ebben a műsorban, hogy ugrálgatunk. <laughs> mi? Ki hát hát Ejteni minden egyes állítást, de itt van a, a barátunk, aki protestáns, ebben a nagyon erősen katolikus környezetben, és akkor most az a kérdés, hogy mi a bűn, az ő protestantizmusa, vagy ez a környezet a bűnös, ami nem engedi, hogy ő önmaga lehessen. Jó, Egyszerre de... unalmas is lehet, mert már ezerszer megkaptuk ezt, a, ezt az üzenetet. De másik oldalon meg itt ezt, ez, egy komoly szembesítés nekünk, Szabolcs. Mert ez így van. Tehát, hogy van-e olyan titkunk, és legyen-e olyan titkunk, amit nem osztanánk meg másokkal? Van, aki azt mondja, hogy legyen nyitott könyv az életem. Egy másik kérdés, hogy hogyan fogadjuk, ha más valamit megoszt. Tehát itt mondjuk a szélsőségesen féltékenykedő emberekre gondolok, vagy olyanokra, akik egyszerűen nem tudnak mit kezdeni egy adattal, hogy én korábban mondjuk új Pest drukker voltam, és most pedig Fradi drukker vagyok, és ő ezt nem tudja feldolgozni hogy a múltamban van egy ilyen sötét volt. És, és még egy harmadik van. dolog, tehát hogy akarom-e elmondani, hogy e, lehet, hogy miattatok nem jövök elő, lehet, hogy nincs is mit szégyelni rajta, de mégsem mondom el, mert olyanok vagytok. Igen? Te emlékszel életed első titkára? Vagy mit csináltál azzal? Nem az volt, hogy fülbe sugtál? Meg mit tudom, nem köttem az orrodra? Aztán utána az állatod, mit tesz? Ugye? Tehát a házi állatod, neked is van egy csomó házi állatod. Igen. Mit tesz? Ott a van az odúja. Elefántom. A fészk. A krokodilod odúja, és azt nem fogja annak a helyét, azt el fogja rejteni a különböző más állatok elől, vagy neked is van, tudom, hogy van egy mókusod, és akkor ez a mókusod, ez ugye elássa a magyarót, elrejti hogy lehet ilyen arcátlan ez a mókus? Én... Miért nem lehet így, így mindenkinek odaadni? Igen, tehát hogy az, hogy mondjam, még akkor is, ha nyitott könyv az élete, és csak erkölcsös dolgokat csinálok, mint ahogy velem hát például ez... ez, a helyzet, Igen. akkor is az ember ő, ütemezni próbálja az igazságait. Tehát, hogy nem most akarlak terhelni azzal, hogy kémiából is van egy doktorim, hanem majd adagolom, amikor ezt föl tudod dolgozni, vagy amikor Igen, én ezt be akarom hozni a, a Meg a szoronga... Hoppá! Hi. Mit? Szabi, ez a, a te... Ne haragudj, nem Ilyet. kapcsoltam ki. Nem azt, hogy nem kapcsoltad ki, hanem itt keresnek téged. Haló? Hangosabban ne. tessék mondani? Ne csináld már, Sabi, ezt a számlát nem fizetted ki, és Kérlek, ezt nem ne. is mondom most el itt az adásba, hogy... Tó, de nem is akarom. De én meg szeretném, én meg a hallgatók is nagyon kíváncsiak itt erre a ügyletedre. Szóval itt... Na most teljesen összezavar a telefonod. Képzeld, van egy cimborám, aki lakást per házat vásárolt most valahol, és a szüleinek e, úgy tudom, hogy mindig már megvan a lakás, és ez már egy Jó, ilyen de ne a És nem. És nem, nem és ezt, el neki? És, és mindig nem, és kérdeztem tőle, hogy de miért nem, és azt mondja, hogy, hogy annyira így a szorongás kerítette hatomába a szüleit, hogy, hogy, majd akkor, amikor majd teljesen elkészül a, a, lakás, vagy az a ház. Az a adás után mond majd el a nevét, és én értesítem a szüleit, hogy van ez a helyzet. Na, ezek, ezek Jó? egy fontos, lehet egy ilyen szolgáltatást egy szolgáltatást szolgáltatás. Szukálni, igen. Mi mindenkinek mind információt célba juttatunk, és akkor itt jönnek egyébként a családi titkok. Tehát Szabi, -e, tudtad, hogy a nagypapádnak az édesapja igazából egy szovjet katona? Most akkor itt adásban ezt elmondom. Na <laughs> erre, mit lépsz? <mit> <laughs> de, hogy, de hogy tényleg azért sok családban vannak ilyen hát, titkok. Hát, kemény dolgok vannak, igen. Most hirtelen eszembe jutott egy, egy katolikus családban megbecsült katolikus tudós, és akkor kiderült róla, hogy ő Évtizedeken keresztül jelentett az egyházról. Ezt akartam, e hogy tudtad Sabi, hogy az apukád e besugó volt. Nem, tehát itt vannak az ügynökségek. Igen, mint. vagy Eszterázi Péter. I van. Édesapjával kapcsolatos történetei. De eszünkben. ott vannak azok a dolgok, hogy most rendesen befizetted de Sabi az adót. Félek, hogy nem, és akkor neked van itt titkod az adóhatósággal hát szemben. hogy mindjárt meg is a <síns> <naptól>. <síns> lehet, hogy Ők, ők voltak. Volt apes. És hát ugye, amikor harcoltunk az afganisztáni háborúban, akkor azért azt Megtanultuk, hogy bizonyos dolgokat nem lehet csak úgy kiadni. Igen, jó. De azóta megváltoztattuk a nevünket, és igen. ezzel az új identitásra élünk. És hát arról már nem is beszélünk, a vállalati titokta, a tekert és tekintetnek a titkait nem lehet hmm. senkinek. Csak hogy hogyan készülünk fel, ha egyáltalán fölkészülünk. Hogy találjuk ki, igen. De szóval mindenki a... nekünk hátulról, igen, igen. hogy mit rendelnek tőlünk, hogy milyen mondatoknak kell elhangoznia. É, igen, én most a pszichológusoknál é, kal szembesültem tehát, hogy az utóbbi időben különböző pszichológusokat olvasva hallgatva, szembesülök, hogy most nagyon divat így mindent így, így rendbe rakni, kifejteni é, megosztani másokkal de ez azért, ez könnyen átmehet ilyen szemérmetlenségbe is Nem. tehát, ha most mi olyan dolgot kötnénk a, a hallgatóknak az orrára, ami nem feltétlen tartozik rájuk, ez nem hazugság meg nem ilyen izé, ilyen börtönben levés, vagy, vagy, önzőség, hanem, hanem egyszerűen nem minden tartozik mindenkire. A... Amikor együtt gondolkodtam a forgatókönyvíróval, egyébként nem egy van, hanem öt darab van, uh -huh. és ez nem véletlen, mert hogy ennek a hét embernek a szempontjait így végig kellett gondolni és össze kellett dobni. Tehát uh -huh. akkor azon gondolkodtam, hogy milyen titkok kiderülése nagyon kellemetlen, és akkor kicsit közhelyes ez a megcsalás dolog. Ugye a hét emberből háromnak van megcsalás története. Talán hiányoltam a filmből azt, hogy illetlen képek, malac dolgok derülnek ki, és én ismerek olyan párost, ahol ilyen kiderült, tehát persze nem véletlenül derült ki, hanem kicsit utána nyomozott a női tagja a párosnak, és aztán ez ráment a kapcsolat. Fényleg? Igen, mert nem, tehát nem bírta földolgozni, miért a elviselni éveken át, hogy de a Miközben a párjának nem volt ezzel túl sok problémája, de hát látta, hogy nem kell nagy dobra vernie. Na hát ez most egy nagy kérdés, hogy például, hogyha lehet-e egy pár kapcsolatban belefér az, hogy malac, mondjuk filmeket nézen férfi, nő, stb., vagy ebbe akkor be kell vonni a másikat, vagy erről így, így, így tudni, tehát hogy így nem, hogy mondják ezt, tudunk róla, de kögy, kegyesen így, így nem veszünk róla a tudomást, mi a helyes, Egyébként itt Igen, volt, vagy mondjuk még... a másikat, hogy meghozza maga döntéseit, és meghozza azt a döntését is, hogy mennyire von be bennünket. Aztán itt előjön Mineg az, azt, ex... hogy mennyire lehet minket bevonni. Aha. Nekem meg előjön, még itt volt az exekkel való kommunikáció. De hát nem csak az gáz, hogy az exekkel kommunikálunk, hanem hogy voltak exeink, nem? De Mert a so... főleg a párunknak voltak exei. Ezt mi föl tudjuk-e dolgozni, hogy hát egy csomó Kert minden nem bennünk Nem voltak. Ugye? Nekem legalábbis azt mondta. A... De mert mert, hallottam ilyen tör... mert, mert már hallottam történet... Hallottam már ilyen történetről, hogy az illető rosszul volt a párjának az előéletétől, meg az ex és, és minden nagyon magára. Valamit jobb nem tudni, ez is egy NBI, nagy büdös igazság, Aha. és az embernek ezt struktúrálnia kell. Az a, az a szereplő a hétből, aki beszélget az exével, és ebből adódik a konfliktus, és kiderül, hogy ők hát barátok maradtak jó értelembe véve. De szeretett... ez normális? Is, Szabi. Igen, szerintem igen, lehet normális. Szeretett kapcsolatban vannak, és segít az exének egy másik nőt becserkelni. Elár, eláruljuk egy szabiét titkot? Nem áruljuk el. Nem áruljuk el, de már hallottam olyan helyzetet, amikor a, a, az exek jobb viszonyba kerültek. Vagy, hogy mondom ezt? Tehát, hogy a, a két cimbora így egy, egy hidat képzett a nő ebben Most a szituációban. nő már sehol nincs, de esetleg a két fél barátság az meg örök. Na, mondja. A végét kicsit kapargatni kell, ránéztem az órára. Uú. Meg én meg a figurákat kapargattam volna, hogy akkor a rokkó házigazda analízisra jár. Oké, okay, van a felesége, beszéltünk, hogy két ember csal meg a társaságból, ha úgy nézzük. Az a kedvenc, amikor azt mondja, hogy text mi? Amikor a férje kap egy SMS-t, és közé rettegsz. Az nagyon durva. Akkor van a... Tényleg, beleszerettünk Szabi valamelyik nőbe? Hát nekem nagyon tetszik a csak nem a, bion, a... Nem, 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 a másik. Nekem az alkoholista, Ugye alkohol problémái vannak, és kifele kacsingat, az is ilyen számítás technikai modernséget mutat, hogy igazából csak csetel, tehát ilyen szerelmi csetet folytat egy másik férfival, akivel soha életükben nem találkoztak, és nem is beszéltek telefonon. Ez, ez egy jellegzetes 21. Ellenben századi idézőjelbenek a... megcsalás. Ez tök érdekes egyébként, ellenben az ő csávója Lele, talán a legöregebb, figura, ő az elején akar egy cserét, és ez zseniális, és <laughs> akkor <laughs> rosszabb a cserével. Ez a tévedések a típusú dolog bontakozik <laughs> ki. Rosszabb jár, mert belekeveredik egy ilyen meleg gyanúba, már pedig az ő személyiségétől eléggé idegen, és akkor ott kell szégyenkeznie, és őt szapulják. Miért nem mondta el? Nekem egyébként a Bianca Alba Rohrwacher volt a, a nagy kedvencem. Képzeld, az egyik szereplő, Kasia Smutnyak, ő, lengyel, és ő a lengyel újraforgatásban ugyanazt a Ó, szerepet játszott. És hát neki tetszik. volt az egyik legnagyobb alakítása, ugyanis neki azért több mindent el kellett ott játszani ebben a szituációban. Amikor, amikor rádöbben, de ezt nem mutathatja, de azért érzések feszítik ketté. Igen, és nem arról van szó, hogy mindenkiről valami iszonyat dolog igen. derül ki, hanem néhány emberről az derül ki, és ebben van valami komolyan megható, hogy jó emberek, és még a titkaik, amelyek vannak, azok is a jóságukat mutatják. Ez szép, igen. Például, amikor az anyós öregek otthonába akarok, <laughs> Igen, erre akartak akartak, akartak. Akartak. <laughs> Mert az anyós esztédelmi. Jó! Na, és akkor nézzük <laughs> meg a befejezést. Ugye sokan azért. Megtorpontak itt, az, az te komolyan négy, vetted? Az utolsó négy percben kijönnek a házból, és minden visszaáll. Tehát a kék Mint inges, a, a csávó, vannak. aki leitta magát, fehére cserélte, újra kékben van, a nő, aki eldobta a fülbevalóját, újra fülbevalóban van, összekarolva jönnek, mosolyogva, mintha mi sem történt volna. És akkor ez lehet kulcs a megfejtéshez. Igazából mindegy, hogy megtörtént-e. De nem, hogy ez én... már a gyönyörű, meg... ez már feloldásod, az Tehát én... vagy megtörtént, vagy nem történt meg. Vagy mindegy, hogy Jó, De ott folytatkozásnak a vége, lehet, hogy mindenki teljesen részek, és mindent elfelejt. Na, Ez is egy megoldás. De hogy mindenképp úgy csinálnak, mintha mi sem történt volna, akkor is, ha megtörtént, akkor is, ha nem történt. És akkor ez ilyen abszurd drámákat idéz, nem? Vagy Louise Bunyuel, már emlegetted, vagy Ionesco, igen, kopasz énekesnő. Tehát, hogy a, vagy Monty Python, tehát ilyen, mit tudom én, fejbe valakit, és tájna ugyanúgy folytatjuk a párbeszédet mintha nem is lett volna semmi. És akkor külön izgalmas lenne megnézni, hogy melyik csapattal, vagy melyik párral mi fog történni. A társ, hat tegyük föl, hogy, hogy ez így megtörtént, és mondjuk ezt az utolsó négy percet így levágnánk, persze lehet egy, ilyet, egy filmmel ilyet csinálni, széthullana akkor ez a társaság? A szép pár, ugye az alfa hímmel, az ugye az biztos, hogy szétmegy. Vasszágy. Igen, mert egy, má egy másik nőtől lesz gyermek. De még van egy harmadik szerelme legalább, aki ott van a társaságban, Igen. akkor a házi gazdáék simán lehet, hogy egymásra találnak, ez kellett, az, nem csak az analízis, jó, de, de a szeretők kihol... Igen, szerintem ez, 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 ez pont hát benne jó. van. Azért ott a fér... A, a férfi és a legjobb, eljutátok. és a nő a legrosszabb a ha morálisan ítélkezem. Tehát lehet, hogy ők nem kéne, hogy együtt maradjanak. Az más dolog, de szerintem együtt fognak. És, és hát akkor, akkor a lányuk is kirepül egyébként a három házas szakaszban, van nagy lányosok, kisgyerekesek és gyermeket vár És nem. akkor ott nem is lesz valószínűleg gyermek, hogy nem tőle. Illetve ugye hányik az a hölgy, ami oh. esetleg arra mutat, hogy nem tudja még, de lehet, hogy ő is áldott állapotban van. Én azért ezt Tehát a férfinak egyszerre két felől jön a gyermeke. Egyébként van ilyen barátom is, akinek egyszerre született két nőtől gyermeke. Uf. Szabolcs, az igazság boldoggá tesz? <laughs> nem, egyébként van egy sokkal szebb... Nem boldoggá, de szabaddá tesz. Az új szövetségben én ilyet olvastam. A szépeket mondasz. Meg a, meg a Szent Pár is beszél hát valamint. igen, ugyanakkor tehát teljeletetjük a kisdedeket, és akkor az igazi étel csak utána jön, ha már megérnek rá én még én három kérdéssel zárnám. Az egyik, hogy ismerjük-e a körülöttünk lévő embereket, akarjuk-e, hogy elmondják a titkaikat, és jó dolog-e minden tudni a másikról. És mi lenne, ha tényleg a legmélyebb titkaikra fény derülne? Teljesen idegenek! Paolo Genovese 2016. Ez volt a tekercsés tekintet. Én Nagy Pászabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.